milliárd forintos beruházás, ütemezetten zajlik az útépítés és felújítás Békéscsabán. Régészet, természettudomány, művészet. A második turnusát rendezték meg az Okos Lurkó tábornak. Újra pattog a labda. Megkezdték a felkészülést a csabai kosarasok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Megfelelő ütemben halad a júliusban elkezdett útépítési és felújítási program Békéscsabán. A fejlesztés a Modern Városok programban elnyert több mint 7 milliárd forintból zajlik több ütemben. Hamarosan elkezdődik a járda rekonstrukció is, amelyre a kormány 2,3 milliárd forintot biztosít a városnak. Jelenleg 17 utcában zajlik munkavégzés Békéscsabán, többek között a Károlyi Mihály vagy éppen a Vasvári Pál utcában, ezek a szakaszok kapták meg a munkakezdési engedélyt. A több mint 7 milliárd forintos beruházás első ütemében összesen 46 helyszínen, szilárd burkolattal nem rendelkező utcában épül új út. A fejlesztés második részében további 38 utcában lesz útépítés, jelenleg a kivitelező kiválasztása van napirendi ponton. Ilyen volumenű útépítési és útfelújítási munkálat ilyen rövid idő alatt soha nem volt még Békéscsabán. Tulajdonképpen a csatornázáshoz hasonlíthatjuk a fejlesztés volumenét, ugye az egy másik területről szólt, ott aztán ugye ahol csatornázás történt, ott az út rendbe lett téve, de önmagában 7 milliárd forint értékű munka út építésre, út felújításra egy másfél-két éves időtartam alatt még soha nem történt Békéscsabán. Az útépítésen túl 63 utcában vagy útszakaszon cserélik le az elavult aszfalt burkolatokat. A tervek szerint a munkálatok 2022 végére befejeződhetnek. Az útépítés és felújítás mellett hamarosan elkezdődik a járda rekonstrukció is, amelyre a kormány 2,3 milliárd forintot biztosít a városnak. A projekt első ütemében 35 járdaszakasz újul meg. A 7.tv híradóját Pap Ádám tudósította Békéscsabáról. A meleg nem lehet akadálya a mozgásnak. A sportolni vágyóknak a nyári hónapokban sem kell elszakadniuk a kedvenc szabadidős elfoglaltságuktól. A szakemberek szerint azonban a hőségben érdemes odafigyelni a megfelelő öltözékre, a folyamatos folyadékpótlásra és arra, hogy ilyenkor ajánlott több pihenőt tartani mozgás közben. Mindenféleképp oda kell figyelni ilyenkor a fokozott folyadékvesztésre, annak a pótlására. Kétfajta izotóniás italunk van, a hipotóniás és az izotóniás. Az utóbbit ajánlom azoknak, akik állóképességi sportot csinálnak, vagy kültérjegyzést, hiszen az cukortartalmú is. Felborul a teljesen az egyensúly, hány inger, szédül és rosszulét, úgyhogy mindenféleképp a nátrium, kálium és magnéziumot pótolni kell edzés közben és edzés után is. Ilyenkor hallgatnunk kell a saját ritmusunkra, nyilván fokozódik a fáradás, ilyenkor tartsunk több pihenőt, érdemesebb korábbi időszakban edzeni, vagy minél későbbi, vagy a nagymereket elkerüljük. Egyértelműen oda kell figyelni a napszúrásra, öltözékre, esetleg a fejünket elfedni, illetve az öltözékben nagyon fontos nedvszívóképesség, inkább pamut ruházatot ajánlok, vagy vannak dry fitek, amik segítenek a nedvet elszívni még jobban. Nyilván a beltéri edzésnél is oda kell figyelnünk a terhelésre, a fokozatos terhelésre, viszont egy klimatizált helyiségben nyilván a teljesítményre is pozitív hatása van, úgyhogy itt lehet azért bátrabban terhelni a szervezetet. Először is egy teljes testes átmozgató edzést szoktunk összeállítani ilyenkor, kardióval vezetjük fel, megbeszéljük üzleti panaszokat, esetleg milyen sportbeli múltja van, és ez alapján kezdünk el egy alacsony intenzitással, kisebb terheléssel. Általában nyomó gyakorlatokat, húzó gyakorlatokat, emelő gyakorlatokat. Ez is teljesen egyénre szabott meg attól, hogy milyen célra rendelkezik az egyén. A szív- és keringésrendszert fokozottabban terheli. Én úgy gondolom, hogy a súlyok használatában nem kell csökkenteni, inkább a pihenő tartamán kell növelnünk. Hát az egyik legfontosabb dolog szerintem ilyenkor a folyadékbevitel, tehát erre mindig figyelek, hogy ilyenkor azért több folyadékra van szüksége a szervezetnek, mint mondjuk egy hidegebb napon. És emellett arra is figyelnünk kell, hogy ugye ilyenkor sokkal hamarabb elfárad az ember, és nyilvánvalóan ez a teljesítmény rovására megy, és azért erre figyelnünk kell, hogy ne ilyenkor legyenek mondjuk a legkeményebb edzéseink. És ami még nagyon fontos szerintem, hogy megfelelő időpontban edzünk,
Én ilyenkor általában vagy a kora reggeli edzéseket, vagy a késő délutáni edzéseket preferálom, mert ilyenkor a teljesítményem is jobb, és hát nem veszélyes. Természetesen én klimatizált helyiségben szoktam edzeni, és talán ennyire nincs rám hatással az időjárás, de a kültéri edzéseknél pedig 8-9-ig edzünk szabad téren ilyen melegben, mivel nem csak a sportteljesítményünkre nagyon káros, hanem a szervezetünkre is a nagy kánikula. Ezért semmiképpen sem ajánlanám, hogy a tűzünapon tartsuk az edzéseinket ilyenkor. És emellett is nagyon sok mindenre figyelnünk kell, például a napvédőkre, odakint még több folyadékbevitelre és a többi. Én ugye időben nem nagyon tudom csökkenteni az edzéseimet, viszont igyekszem figyelni arra, hogy mennyire van rám hatással ez a kánikula, és természetesen figyelembe veszem azt, hogy a teljesítményem emiatt romlik, és próbálom ahhoz igazítani így a súlyokat, illetve az ismétlés számokat is. Hát szerintem nagyon fontos jelzéseket ad nekünk a testünk, és hallgatnunk kell rá, ugyanis egy ilyen melegben még meg is tudjuk magyarázni, hogy miért van ez a teljesítménycsökkenés, és erre hallgatnunk kell, mert sérülések és egyéb problémák lehetnek ebből adódóan, szóval én mindenképpen azt ajánlom, főleg a kezdőknek, hogy figyeljen a testére. Természetesen vannak nehezebb napok, és néha kell egy kicsit erőltetnünk, úgymond a dolgot, de ilyen melegben nem most fogjuk a maximumot kihozni valószínűleg, szóval erre mindenképpen legyünk figyelmesek. Felavatták Scholz Gusztáv szabjavívó mester emléktábláját. Az 1848-49-es vörös sipkás honvéd hadnagy Békés Csaba első vívómesterének tiszteletére halálának 135. évfordulóján állítottak emléket a Gyulai úti vívócsarnok bejárata mellett. A Magyar Szabjavívó Iskola növendékei egy látványos bemutatóval tisztelegtek Scholz Gusztáv előtt, aki a város első vívómestere volt. Egy vörössipkásról beszélünk, egy magyar honvédtisztről beszélünk, egy szabadságharcos hősről beszélünk, és Békés Csaba első vívómesteréről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez önmagában külön-külön megérdemelne egy emléktáblát. A Békés Csabai Szabjavívó Iskola vezetője elmondta, hogy ez a 25. emléktábla, amit elhelyeztek az országban. Trényi Péter kiemelte, hogy többnyire megyeszékhelyeken állítanak emléket, viszont megtalálható több olyan tábla is, amelyek egy-egy mester szülőhelyén kaptak helyet. Folyamatosan folynak a kutatások, elég sok katonai vívómestert sikerült felkutatni, óriási munka van mögötte, hiszen Mádai Norbert a Szabjavívó Egyesület megalakítója többek között, ő ennek a mozgató motorja, 15 könyvet írt ebbe a témába, a 15 könyvben nagyon sok katonai vívómester van. Az avató ünnepségen a térség országgyűlési képviselője, az esemény fővédnöke kiemelte, hogy számos tábla áll Békés Csabán, amelyek olyan városvezetőknek, művészeknek, festőknek és íróknak állítanak emléket, akikre büszkék lehetünk. Herceg Tamás szerint Scholz Gusztáv is méltó arra, hogy ebbe a sorba tartozzon. Ő teremtette meg Békés Csabán a vívó, a szabjavívó iskolát. Az 1880-as évektől kezdve Békés megye több településén, így Békés Csabán, ahol élt egyébként haláláig, oktatta a vívást. Egy iskola teremtő ember volt, tehát egy olyan, akinek a hazaszeretete, a nemzet iránti elkötelezettsége máig példaértékű. Az ünnepség zárásaként Herceg Tamás országgyűlési képviselő, Kis Gyula a város aljegyzője, valamint a szabjavívó iskola képviselői koszorúzták meg az emléktáblát. A nagy érdeklődésre való tekintettel már az Okoslurkó tábor második turnusát rendezi meg a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézmény munkatársai az első tábort múlt héten tartották, ezen a héten pedig ismét érdekes programokkal készültek a régészet, a természettudomány vagy a művészet iránt érdeklődő gyerekeknek. A tábornak a Gabona Múzeum biztosít helyszínt. A szervezők a jelentkezők számára való tekintettel két turnusban rendezték meg idén az Okos Lurkó tábort. A keddi nap a régészet köré épült, és Hugyec László fazekasmester tartott korongozás bemutatót a gyerekeknek. Pató Noéminek édesanyja hívta fel a figyelmét a táborra, hiszen a 8 éves lányt nagyon érdekli a régészet és a történelem. Megtetszettek a programok, és úgy gondoltam, hogy el fogok ide jönni. És nagymamám mesélte, hogy itt van egy olyan
hogy is hívják, na, egy olyan kis sesemű egy, amiben még őt és a testvéreit és a dédapját, és annak 12 testvérét ringatták régen. Gondoltam, hát akkor azt is megnézem, és eddig nagyon, nagyon élvezek itt lenni. A Munkácsy Mihály Múzeum minden évben szervez tábort, idén pedig az intézmény múzeum pedagógusát kérték fel a programok megtervezésére és lebonyolítására. Fábián Anna a táborok tematikáját a múzeumi szakágakra építette fel. Hétfőn egy néprajzi ismeretterjesztős foglalkozással egybekötött napot tartunk, kedden egy régészeti nap van, ahol most jelenleg korongozás és agyag edények készítése zajlik. Majd szerda egy munkácsi szerda, ahol a múzeumlátogatás és a munkácsi életével kapcsolatos különlegességek kerülnek előtérbe. Csütörtökön egy természettudományi szakágnak megfelelő ilyen természetközeli nap kerül bemutatásra. A tábor zárásaként pénteken egy retro napon vehetnek részt a gyerekek, ami már az első turnusban is nagyon sikeres volt. Az okos lurkó táborban ezen a héten 15 gyermek vesz részt, 5 éves kortól egészen 13 éves korig. Két gólos vereséget szenvedett a másodosztályú szezonra készülő Békéscsabai Előre NKS-e a női kézilabda NB1-be frissen feljutó Budaörs együttesétől a tatai edzőtáborban rendezett felkészülési mérkőzésen kedden este. A Csabai együttes az élvonalbeli újonc Vasas elleni hazai siker és az NB1-es Debrecennel szemben elszenvedett vereség után vasárnaptól Tatán egy edzőtáborral folytatja a munkát. Pap Bálint csapata az olimpiai központban csapott össze a Budaörs gárdájával. Az első félidő után 13-13-as döntetlen állt az eredményjelzőn. A második játék részben a Pest megyeiek voltak pontosabbak, és végül 29-27-es győzelmet arattak. A Békéscsabai Előre NKS-e legközelebb szombaton az MTK ellen lép pályára. Az együttes jövő héten hazai környezetben folytatja a felkészülést. Augusztus 20-án és 21-én 3 NB1-es csapat, a Dunaújváros, az Albafehérvár és a Kisvárda érkezik Békéscsabára, a Szabó Károly emléktornára. Hétfőn kezdte meg felkészülését a 2021-22-es idényre az NB2 keleti csoportjában induló Békéscsabai Kosárlabdaklub. A Viharsarki együttes az alapozás első pár hetében az erőnlét és az állóképesség fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A Békéscsabai KK az előző idényben is az NB2 keleti csoportjában szerepelt. A csapat fő célja az volt, hogy kiharcolja a feljutást az NB1B-be. A csabaiakat azonban a keresztjátékban a Dunaharaszti MTK megakadályozta ebben. A piros-fehérek idén is hasonló célokkal vágnak neki az idénynek. Célunk ugyanaz, mint tavaly volt, próbálunk minél előbb végezni a tabellán, illetve feljutni, és remélhetőleg most ebben az évben tovább fog jutni legalább a 4-es döntőig, és az lenne a legnagyobb siker, hogyha feljutnánk az NB1B-be. A Békéscsabai KK vezetőedzője ismertette, hogy az együttes, mint minden évben, ezúttal is augusztus elején kezdte a felkészülést. Az első hetekben az erőnlét javítása van a főszerepben, ezt követően kerül előtérbe a technikai és a taktikai elemek gyakorlása. 3 hétig az alapozás időszakunkban, főleg futás, meg erőnléti dolgokra helyezzük a hangsúlyt, de a második, harmadik héten már egyre több labda fog előkerülni, átnézzük a tavalyi dolgokat, a taktikákat, hogy fogunk védekezni, aztán a harmadik hét első felében már egy tornán is fogunk szerepelni, utána meg következnek sorban majd a felkészülési mérkőzések. A játékos keretben több változás is történt a nyáron. Gruda Gergely, Lippai Gábor és Vágvölgyi Ádám nem lesz ott a csapatban a 2021-22-es idényben. Perák Denis viszont visszatér Békéscsabára, valamint Szarvas Péter Debrecenből érkezett az együtteshez. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!